tehát a részleges szétszerelés, kiveszem a tárat, ellenőrzöm a töltetlenséget, lehúzom a sátorvasat, oldalt ott tartom, ütközésig hátra fel, udalomig ismert, ugye a cső körül van a helyretlórugó, hát most a feladat az, hogy 10 méterről revolverezve lövök szórást, lefesztelenítek, minden lövés után, és most nagyjából a közepét megcélzom, a hétszentségét. Azért ez kihívás. Hogy lesz így mondjak az 5 éves tel? Nem baj, az elvtársak a lámpagyárba 200%-ra állították be a rugóerőt. Kakasrugó nem gyenge rés, hanem erős básztya. Én van egy kéményem. Ez nem csukott. Hát az meg leszakad az újabb 8 lövéstől. Revolverezve 10 méterről van 3-10-es. Azt mondja 3-9-es és 2 darab 7-es. Tulajdonképpen az imperialista feje meg lenne, csak az ujjam leszakadt közben. Nyolc lövés double actionbe így néz ki az ujjam. Pisztolyon ami legfontosabb változtás, hogy a Walther PP-től eltérően ennek egy ilyen liftezős ütőszege van, ami lebillent állapotban van, ha nem tüzel a fegyver, vagy nem tűzkész a fegyver, ezáltal a kakas megütésekor az ütőszeget nem tudja beütni a fegyveren a csappantyúig, és a lövéskor pedig ezzel a emelővel, emelő dugóval, stifttel fölemelkedik, és ezt rakja ütőpályára az ütőszeget. Na most ezen a fegyveren történetesen az a rugó, ami lefele nyomja az ütőszeget, az hiányzik, emiatt ez a fegyver, ez, ha csőre töltve hordjuk, megütjük a kakast, ez elsül, ez egy műszaki hibás példány. Mindjárt mutatok egy olyat, amin ez működik. Egykezes. Úgy távolabban a szememtől az... Itt a másik példány. Látható, hogy az ütőszegnek a pozíciója mennyire más. Ugye itt látható, tollal mindjárt meg is nyomom. Ugye, hogy ez benyomható, az az ütőpozíció, ez pedig a reteszelt pozíciója. Ez az ütőszeg viszont eleve ütőpozícióban van. Megnyomom, akkor el fog sülni. Tehát oda előre tudom nyomni, ezt innen nem tudom előre nyomni annyira, hogy sütés következzen be. Ez egyébként ugye a Walther PP-hez képest egy változtatás, ami viszont rendszeresen ütőszegtöréshez vezetett, ezt hiba volt változtatni a Walther-hez képest. Ugye a 48-en pisztolyból is létezett 9 mm-es verzió, a 9 mm Browning Short kaliberű Valam, vagy Walther lámpagyári pisztoly. Na most megint 9 mm-es teszünk bele, de ez nem olyan 9 mm-es. Népköztársaság nevében. És
a szárnyakasztó ezen nem működik, ugye? Tehát ez a másik 48M egyébként gázriasztóval van alakítva, ami a következőképpen történt. Oda fölhegeztettek egy kis stiftet, ami nincs az élesen. Ezáltal ezt a szánt már nem tudom rátenni az élesre, mert itt a tokon alul egy nútot martak, amiben ez beilleszkedik. Ez az egyik átalakítás. Egyébként a most nézve a rugójából egy picit talán vágtak, de nem sokat. Illetve a cső egyik oldal le van lapolva, másik oldalán, itt nem látom, alul van egyébként egy akasztó, tehát be van rakva egy akasztó, és az akasztót el van hegesztve, és a maga a cső, ugye egy átmunkált 9-es pak töltényű, benne egy szűkítés, azt hiszem 6 mm-es talán, és itt pedig az is be van hegesztve a tokba ez a cső, hogy ne lehessen cserélni. Tehát ezek az átalakításnak a metódusai. Ugye ezen sajnos a revolverezés nem működik.